egy testvéri szervezet. Én ott Tibor, Afrikában volt náluk is, Algéria, Mauritánia, Nyugat-Szahara, az érintetlen szára világ, mert a sivatag, csak a GPS megmondja, melyik, de a sivatagban üresség a határ át, mint az ember nem tudja oda. Két-három ország. Én ez a szervezet nagyon sokat tett, a párbeszéd, a kultúráért, a vallás párbeszéd, a jótékonyosság is, és ez tényleg én nagyon büszke vagyok, hogy ebbe a csodákba is, mert ebbe a Békevilág Szövetség befért Afrika, Ázsia, Latin Amerika, ez a 112 nagykövet közötti arabok, afrikaiok, latin amerikaiok és a magyarok többség nyilvánvalók. Én nagyon-nagyon köszönöm, amit tették, és köszönöm a Mészáros testvérünk, plusz az új vezetők, ami sokat tett. Örülünk, van egy arab köz, aki nem tud arabosul, nem beszél arabot. Szentimilyon van nekik egy koreai szakértő, aki ismeri a szociális és az együttülés szabályait. Mint ismeretes, két percen kérek tovább, mert a testvérünk jött, Tibor jött vissza. Ki nem olvasta, amikor volt 80. osztályban, 70. osztályban a kis herceg könyvet, a Szent Exupéry. Én amikor olvastam a nyugdíjüdőben, sokat tanultam belőle, de amikor a diák voltam, nem észrevettem, mit jelent ez. A Szent Exupéry könyvét ebből jött létre, amikor 1926-ban a franciák azt mondták neki, repülős kell posta vinni Dakarba. Ők jelölték őt menni a spanyol területen, Afrikában, a Kanári-szigetek szemben, 100 km a sivatag, ott ez a mostan Nyugat-Szahara. Mert Marokkóban, Algériában, Tunézia és Dakar a franciákat vannak. És ez az ember, Szent Exupéry sivatag, ez a misztikus világ. Az emberek tolerancia a Szahara, más iszlám jellegű nők, nocerekbe játszott, és ott másfél évig ebből jött neki a könyvei írását. A kis herceg könyvét ő hol írta? Afrikában, melyik országban most? Nyugat-Szahara, régen spanyol Szaharát. Én, és ebből, amikor a sivatagban szegény gyerek, mert a homok jött balra, jó, de ez a misztikus, ez az úr jött neki üzenetet, mindig volt neki egy sáv, és védi magát, hát ebből az időben 1926-ban nem volt. És ebből mi civil szférában Magyarországon ez a sár valakinek mindig adunk, aki tett Afrikáért, a közölkedet, és így pont az emberiség. Mi ezt a sár én hoztam, ez a Szent Exupérynek a sárja sivatag, a kék nép, mert ez a kék, a kép, a vázis kék. Én ebből az a többség, ez az afrikai civil szervezet 1918-ban mi úgy rájöttünk a Békevilág Szövetségének, adunk az elnökkornak, amit tett Afrikáért. Ez a Szent Exupéry sár, mi évenként valakinek is most a béke, Közép-Európában ők, ez a szervezet, sok sikerült.